Hogy áll a pécsi akvapark előkészítése? Erről tartott képes beszámolót a város sportberuházásokért felelős polgármesteri biztosa a közgyűlés keddi rendkívüli ülésén. A baloldali városvezetés tervpályázatot akar kiírni a vizes létesítményre, ezért hívták össze a képviselőket. Jelenleg azt a fázist indítja el a város, hogy egy országos nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja a legjobb pályaművel együtt a tervezőt, és ugye ezt követően tudjuk meghatározni azokat a keretfeltételeket, amivel gyakorlatilag reményeim szerint év vége felé meg lehet kezdeni azokat a tárgyalásokat a kormánnyal, ami a kiviteli és engedélyes tervek és a későbbi kivitelezése kapcsolatos költségekről és azoknak a végleges tartalmára dönt. Ezek a költségek 2020-as árakon is 50 milliárdot jelentenek. Ez mai áron akár 70-80 milliárd is lehet. Ezt az összeget kellene a kormányzatnak biztosítania a Modern Városok Program szerződése alapján, mondja az alpolgármester. Csak 500 milliós előkészítési döntés van, nincs egyéb forrásra döntés. Tehát amikor aláírták 2016. december 29-én, akkor azt mondta a kormány feltételül, hogy mondja meg a város, hogy mit akar, az mennyibe kerül, és ezt követően hoz döntést. Ezen az úton megyünk tovább. Tehát az 500 millió kívül semmilyen egyéb forrása soha döntés nem született hivatalosan. Az előkészítési keretből készítette el az előző városvezetés a hatástanulmányokat 150 millióért, de ezt nem használta fel a baloldal 2019 után. Új vizsgálatokat készítettek a tüskésrétre. Végül az 500 millióból maradt még 80 millió. Ebből írnak ki a tervpályázatot. Ami arról szólna, hogy 80 millióból majd látványterveket készítünk erre a senki által nem támogatott GIGA projektre. A mi álláspontunk az egyértelmű, akvapark igen, de felelőtlen pénzszórás viszont nem. Márpedig ez, amiről ma döntöttünk, ez egy felelőtlen pénzszórás. Ezt mondta a tervpályázatról a jobboldali frakcióvezető. Ugyanis nagy kérdés, hogy az 50 milliárdról induló elképzelést finanszírozza-e valaki. Ezért módosító javaslatot nyújtott be Csizmadia Péter. Ne csak levelezzenek, meg ne csak kardozzanak a kormánnyal a polgármester úrék, hanem kezdjenek el tárgyalásokat, és az év végéig folytassák le arról, hogy egyébként ebből a projektjavaslatból milyen részeket és mennyi összeg erejéig tudna támogatni a magyar kormány saját forrásból, vagy az Európai Unión keresztül. Ha ezt ismerjük, ha tudjuk, hogy meddig ér a takarunk, ha tisztán látunk a pályán, akkor kezdjünk el bármit megterveztetni. Ezt végül nem fogadta el a baloldali többség, így kiírják a tervpályázatot. Az elképzelés szerint egy 200 szobás szálloda, egy 50 méteres versenymedence és egy akvapark épülne Tüskésréten, ami egész évben üzemelne. A vízellátást a Bőrgyári kútról, Nagykozárból, illetve Bolyból biztosítanák.